Elnézést, válaszol a pánikkésünkre, jó napot kívánok! Mit jelent önnek ez a mai március 15-e? Nagyon sok mindent. Azok a folyamatok, amelyek tavaly őszétől, tavaly tavasszától elindultak Magyarországon, nagyon biztatók. És én ebből a szempontból értek el március 15-ét. Tehát úgy gondolja, hogy ez a mai március 15-e más és több, mint az eddigi években megünnepelt március 15-e? Feltétlen gazdagabb, sokszínűbb, emberibb, maibb. Érez-e valami változást, hogy ezután változhat-e valamilyen irányban, és ha változhat, akkor pontosabban milyen irányban változhat a mai politika, vagy amit ez a mai március 15-e tud adni az embereknek? Biztos, hogy változni fog, változnia kell. Az a demokratizálódási folyamat, ami elindult Magyarországon, az szerintem feltétlenül előre mutató. Sokkal szélesebb tömegek érzik felelősnek az ország sorsáért, önmaguk cselekedeteit, mindennapi dolgait. Hát kérdezem még meg azt, hogy amikor ma elindult otthonról, akkor mást érzett, mint amikor ezelőtt években elindult március 15-i ünnepségekre? Igen, mást. Ebben sok minden benne van. Szóval egyrészt ennek a kibontakozásnak valami fokmérője ez a mai együttlét, ez a közös vagy részben közös ünneplés. Ezeknek a folyamatoknak egy állomását jelzi szerintem. Egy kicsit a kíváncsiság is hozott azon túl, hogy nagyon magaménak érzem ezt az ünnepet. Nagyon szépen köszönöm. Látásra. De azért gondoltam, mert ott sokkal több fiatal van azon az oldalon. Mert most már fiatal talit kérdeztünk meg még. Jó, lehet még itt fiatalok, rengeteg fiatal van. Itt a két srác. Mit? Ne arangudjatok, feltehetnék már kérdést nektek? Igen. Mit jelent nektek ez a mai március 15-e? Hát ilyen nemzeti, legnagyobb nemzeti ünnepünk, és... Mennyivel több ez a mai március 15-e, mint az ezelőtti években? Hogy érzitek? Nemzeti ünnepé nyilvánították ezt is. Pirosbetis ünnepé. És te, hogy érzed ezt? Hát szerintem így most ez jobb. Szóval... Eddig nem volt ez nemzeti ünnep, vagy hát az volt, de nem. Szóval... Mit éreztél akkor, amikor elindultál otthonról, hogy ma mész és ünnepled a magyar nemzeti ünnepet? Milyen érzésekkel indultál el otthonról? Hát igen, hát hogy... Most kijövök a szemem. Éreztél valami forradalmi hangulatot esetleg? Azért forradalmit nem, azért. De hát... Hát majdnem. Jó, köszönjük. Állítsd már meg egy. Sziasztok, nem elmondjatok fel, tehetek pár kérdést? Páros. Mit jelent nektek ez a mai március 15-e? Hát... Most jó. 48-as ünnep. És esetlegesen mennyivel több ez a mai március 15-e, mint az eddigi évek? Hogy érzed? Hát többet kicsit szerintem, mert eddig talán nem fordítottak akkora hangsúlyt rá, mint most. Ti miért jöttetek ide ki ma? Milyen érzésekkel indultatok el? Hát, nem is tudom hirtelen, hogy mondjam. Jól érzitek itt magatokat? Jó. Igen. Miért? Milyen érzések mozgatnak benneteket? Ezzel is
mert azt láttam, hogy nagyon jól érzitek magatokat, csak arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy esetleg valami másból fakad ez. A műsort. És hogy tetszik a műsor? Hát, nem így csak most kezdődött, majd... Jó. Köszönöm, sziasztok! Elnézést, jó napot kívánok! Feltehetnék pár kérdést? Mit jelent önöknek ez a mai március 15-e? Nagyon sokat gyermekkoromban hozzászoktam, hogy március 15-öt mindig nagyon szépen ünnepeltük az iskolában, aztán egy ideig elmaradt, és most visszajött. Nagyon jó magyarnak lenni. Érzi azt, hogy ez a mai valamivel több, valamivel másabb, mint az ezelőtti években? Igen. Igen, csak körül kell nézni, és érzem én is. Ön miben látja? Hát a magyarok mernek lenni, érzik az összetartozást. Érezhetjük a fő magyarok. Pardon, nem mondtuk. Érezhetjük a fő magyarok vagyunk. Tudjuk, hogy magyarok vagyunk. Eddig nem mondhattuk ki? Nyíltan nem nagyon. Nem mindig. Nem, nem az érzésben. Látnak-e valami változást ezek után, és ha igen, akkor milyen irányban? Remélem, hogy jó irányban. Mindenki azt hiszem, úgy gondolja, hogy ez már csak jó felé vezethet. Ugyan azt mondhatom én is. Nagyon szépen köszönöm. Jó napot kívánok, elnézést. Kérdezhetnék pár kérdést? Mit jelentett önnek az, hogy itt felvonult lóval ma, március 15-én? Hát ez egy jó játék elsősorban, meg azt hiszem, hogy talán egy szokássá válhat ez. A hagyományoknak a tisztelete és elidézése. És a mennyivel érzi azt, hogy esetlegesen másabb vagy több ez a mai március 15-e, mint az ezelőtti években? Hát a változások miatt mindenképpen másabb. Kicsit hangosabb is, de talán azért másabb is. A hangosság egy kicsit zavaró néha, de érzi-e azt, hogy valami változások elé nézünk? Tehát az, hogy ez valami, hoztat-e ez valami változás? És ha igen, akkor milyen irányban? Pesszimista vagy optimista a jövővel kapcsolatban? Hát én optimista vagyok, az esélyünk megvannak arra, hogy az ország jó irányban átalakuljon. Értem. Abban az irányban, amelyben a folyamat megindult most. Nagyon szépen köszönöm. Gyerekeket a lovat nem bírtam. Olyan büdös volt a szája. Sziasztok! Kérdezhetek pár kérdést? De tényleg. Nem vagyok. Mit jelent neked ez a mai március 15-e? Hát annyit, hogy most én a Bátoriba járok, és nálunk ezt most úgy ünnepeltük, mi vagy tavaly kötelező volt ide kijönni, hogy az jött ki, aki akart. Én úgy gondoltam, hogy kijövök, mert érdekel, de viszont most itt vannak a lovak, és azért jöttem ide hátra. Látsz-e valami változást ezután azon kívül, hogy most saját szándékodból jöttél ide ki a jövővel kapcsolatban? Tehát érzed-e azt, hogy ezután tehetsz te is valamit azért, hogy jobb és jobb legyen? Szerintem egyedül nem sokat, és egy különösebb változás nem hiszem, hogy észlelhető. Legalábbis most, hogy ide áttérem, most lesz a Fidesz, meg ezeknek most oda is elnézek, mert még nem sokat tudok róluk igazság szerint. Aztán, hogy meglátom. Szerintem egyedül nem sokat lehet erről sokat mondani. De hát többen, biztosan, hogyha a hatásaid is így gondolják, akkor többen lehet tenni. Többen nem így gondolják. Nagyon köszönöm, szia!